Az úszószövetség szövetség vezetője a Debreceni Egyetemmel tárgyaltak a sportegészségügyi együttműködésről. A jövőben rendszeres laborvizsgálatok várnak a versenyzőkre, sportdiagnosztikai felmérések is jönnek, mozgásterápiás szakemberek is segítenek majd a sportákban. Az új tervekről a keretorvos Koroknai András, a reumatológussal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, doktor úr! Jó reggelt kívánok! Mikor készül ez a bizonyos stratégia, kik rakják össze, és hát me mekkora munka ez? Mert ha én jól érzékelem, akkor most nem csak az, hogy kipipálunk egy papírmunkát, hanem tényleg valódi változásokat akarnak elérni. Így van. Igazából ez a stratégia ez már azért pár éve megfogalmazódott bennünk. A keretorvosi csapat három főből áll, Kovács Téme agyunktus asszony, aki gyakorlatilag a legnagyobb, hát, ő az, aki igazából a, ezt a munkát alapvetően összerakta. Ketten vagyunk még, akik segítjük a munkáját. Mm -hmm. Milyen elvek és filozófia alapján álltak hozzá ehhez? Tehát ugye azt keresik az úszó, úszóknál is, hogy mindenből a legjobbat és a legújabbat kellene a gondolkodásban, a, a, az orvosi tudományos háttérben is a, a magyar úszók mögé oda tenni? Hát lényegében azért ez egy kicsit komplexebb munka, és tényleg sokkal sokrétűbb, mint ahogy így ezt hogy első hallása első halásra tűnik, a teljesítmények gyakran már teljesítményekhez szükséges, még plusz ilyen tudományos háttérsegítség is kimondottan, tehát az edzőknek, illetve a versenyzőknek a munkáját szeretnénk segíteni. Ez egy csapatmunka, a stratégia bár alaponalaiban megvan, a legfontosabb azért mégis a humán erőforrás kérdése. Össze kell rakni egy olyan hát ütőképes több szakmás gárdát, aki a válogatott keretnek a, a munkáját segítik. A, erről azért tudni kell itt a, a válogatott hátterében lévő orvosi segítségről, hogy bár csapatok szintjén azért többé-kevésbé informálisan megvannak ezek a. Ezek, a, ezek az utak a segítségek, viszont válogatott szintjén ilyen protokoll jellegű, kötelező jellegű, illetve hát formális utaz nem nagyon van. Ugye ez az is hozzátartozik, hogy én jól értem, akkor a magyar úszóválogatottakról, meg az utánpótlásban is ott lévő tehetségekről minél több adatot kellene tudni, tehát rendszeres vizsgálatokra, laborvizsgálatokra volna szükség, hogy legyen egy egységes adatbázisa, minél, minél többet tudjanak a versenyzők állapotáról, igaz? Lényegében igen. De nem mindenki illet... csak a saját útját járja a saját orvosi így, így van, így van. Azért stárjával. Azért ezt el szeretném mondani, hogy hogy, hogy, azért az edzőknek a munkáját, meg a versenyzőknek a munkáját érdemben azért befolyásolni nem szeretnénk, viszont szeretnénk azt, hogyha kapnának, a, kapnának képet a versenyzőknek az állapotáról. Gondolok itt a teljesítmény diagnosztikában, meg nyomon tudjuk követni a, a versenyzőnek a edzettségét, esetleg az edzéseknek az intenzitásában tudunk egy kis segítséget adni, hogy milyen irányban mozdítsák el a munkát. Ezeket, amit említett laborvizsgálatok, labor, ott is bizonyos paramétereknek a vizsgálata, például a hiányállapotoknak az észrevételével, még a tünetek megkezdése előtt, tünetek jelentkezése előtt lehessen korrigálni ezeket a hiányállapotokat, nehogy kialakuljon valami későbbiekben valami károsodás, és ezeket nyilván úgy kell nézni, hogy nem egy mindennapi embernek a laborparamétereit nézzük, hanem egy versenyzőnek és a versenyzőknek mások bizonyos értékei, és ennek megfelelően kell értékelni ezeket az eredményeket. Milyen mélységű statisztikákra van itt szükség az igazán jó munkára? Tehát mi, mi mindent kell tudni? Hát nem tudom, tehát ugyanúgy az olimpiai érmesről mondjuk, mint a most 12 éves tehetségről. Szóval milyen mélységi akarnak lenyúlni? Igen, hát ez a stratégia. Mint említettem, azért ez jó pár éve már megfogalmazódott bennünk, és most bízom abban, hogy, 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 hogy a jellegi elnökség tényleg mellénk áll, úgymond. Mármint, hogy igaz, ez egy szakmai vezetés, és fontosnak fogja tartani, igaz? Így van, igen, uh -huh. igen, igen, igen. És azt azért tudni kell, hogy hát minden, minden, minden sor mögött egy szám van, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy relatív hosszú munka lesz, Ö, első körben mi annak is örülnénk, hogy a, a válogatott keretnek a tagjainál ezeket a munkákat el tudnánk végezni, és akkor természetesen utána a későbbiekben a bővítésről is lehet lefelé szó. Mennyit tudnak egyébként a riválisokról? Tehát egy ilyen szempontból adatok, egészségügyi, stratégiai háttérben más nagy úszó nemzetek válogatott kerete, versenyzői, mi háttérrel dolgoznak? Hát ebb, erről nagyon sok információ nekem nincsen. Nyilván ezek azért, tehát a, a sport az, 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 mégis egy verseny. Én úgy gondolom, hogy ezek az adatok azért döntően hát anonimek, vagy pedig nagyon nehezen hozzáférhetőek. Ami alapján mi összeállítottuk ezt a, illetve a gyunktusasszony vezetésével összeállítottuk ezt a stratégiát, ez, ezek ismert sport élettani fogalmak. Nyilván vannak ki külföldi példák, amiket valamilyen szinten követni lehet, de nagyon fontos ezeknek az adatoknak a, a, a zártsága, illetve hát a bizalmas kezelése, és én úgy gondolom, hogy tekintete ez egy kompetíció, biztos, hogy nem fognak megadni. mind Mindahogy mondjuk mi sem feltétlenül adnánk meg minden adatot, hogy hogy, hogy értük el ezeket az eredményeket. Um... Egy ö, ilyen stratégia ö, mikor a valódi eredményekkel a kimeneti oldalon, mármint hogy az orvos ö, az orvosok számára, amikor, amikor azt mondják, hogy most már működik a dolog, és van elég hát, adatunk ahhoz, ez hány év? Ez, erre, erre nagyon nehéz válaszolni, mert azért minden egyes újdonságnak a bevezetése azért ö, relatív nehéz. Itt azt azért ö, látni kell, hogy, 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 hogy van egy nagyon sikeres magyar úszósport, ö, az edzők, illetve a versenyzők végzik a munkájukat úgy, ahogy, ahogy az eredmények mutatják nagyon jól. Én én, én úgy gondolom, hogy ilyen, ilyen finom hangolásokat lehet ezekkel a vizsgálatokkal, illetve ezekkel a munkákkal végezni, ami akár másodpercekben, század másodpercekben is jelentkezhet, és ez már egy relatív. Ez Jó, azt jelenti, benne. hogy itt akár olyan élversenyzőknek, mint Hosszú Katinka, vagy Csellásztó, Bernek Péter, Kapás Boglárka, tehát nekik is lehet század másodpercekkel is segíteni? Hát ez, erre azért válaszolnék így óvatosabban, mert azért mindenkinek megvannak azok az informális kapcsolatrendszerei, illetve utai, amivel ezeket a jellegű teljesítménydiagnosztikai, meg orvosi segítségeket igénybe veszik, de hát akár még ez is elképzelhető, hogyha mondjuk egy általunk, illetve egy széles körben elfogadott rendszert beépítenek az edzés tervükbe, akkor, akkor esetleg még valamelyest az ő eredményük is javulhat. Amit még újdonságnak tűnik számomra, miért van szükség arra, hogy mozgásterápiás szakembereket is bevonjanak? Azért, mert bizonyos asszimetriákat vizsgálva a testen azért izomcsoportok, izületek túl részben megelőző jelleggel szükséges ezeknek a vizsgálata, illetve hát a késő és a sérüléseknek a megelőzését uh -huh. próbáljuk ezzel, tehát a sérüléseket próbáljuk megelőzni. Pontos még a mozgás elemzés, esetleg egy kis mozgástechnikai javítás, illetve hát segítség az edzőknek, hogy minél több hogy... tudományt a sport mögé. E, azt mondja meg végül, hogy a, egy új stratégia, az új energiákat, meg új embereket is kíván, szóval, hogy többet áldoz a jövőben majd ez a mostani úszó szövetségi vezetés erre a háttérre? Hát a már. stratégiában, igen, a humán erőforrás bővítésnek a szükségessége az mindenképpen kényszer. Bízom benne, hogy pozitívan állnak ehhez a Létszámbővítéshez. Doktor úr, jó munkát hozzá. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.